Köszöntöm a nézőket! Ma egy olyan zeneszerző karmesterre emlékezünk, aki hozzá hasonlóan nagyhatású pályatársával, Csámpai Ivóval évtizedekre meghatározta a cigány zenekarok játékstílusát. Sikeres szerzeményeivel, feldolgozásaival pedig gazdagította a cigány zenekarok repertoárját. Farkas Gyulát a rajkók atyaként tisztelik. Ezt a címet azzal vívta ki magának, Rózsavölgyi Márk után másodikként, hogy majd 4 évtizeden át tanította, nevelte a fiatal cigányzenész nemzedékek sorát. Ő nevelte például Berki Lászlót, a lendvai Csócsi testvéreket, Lakatos Miklóst, Sándor Jánost, a nagyon fiatalon elhunyt ígéretes tehetségű Sárközi Józsefet, a prímás versenyt nyert Puka Károlyt, hogy csak néhány nevet említsek a hosszú névsorból. A kifogyhatatlan energiájú Farkas Gyula tanított, hangszerelt, komponált. Röviddel a megalakulása után már reflektorfénybe került a Rajkó zenekar. Farkas Gyula a szórakoztató zene jelentős tényezőjévé emelte a zenekart itthon is, világszerte is. Farkas Gyula élete a Rajkó zenekaré volt haláláig. Thank you.
Farkas Gyula zeneszerzői munkásságát a Rajkó zenekar repertoáréssége motiválta, és az, hogy a zenekart új, mutatós produkciókkal állítsa dobogóra. Ennek a kettős igénynek a kielégítését szolgálta a most következő zenekari szerzeménye is.